mi segítségünk és ünnepszentelésünk Istentől legyen, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló igaz Isten. Amen. Énekeljük keresztény testvéreink Isten dicsőségére és elkülönülésére a 36. énekünk első verszakát. 36. énekünk így kezdődik, mindenható leborulva, tisztelettel előtte. Mindenható bizonyosak lévén afelől,
hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után, testvéreim, hallgassuk meg Istennek kegyelmes válaszát az ő igéjéből, mikor is így szól mi hozzánk. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Az igények hallgatására készülve, testvéreim, a 222. énekünk első és második verszakát énekeljük. A 222. énekünk így kezdődik: szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Szívemet hozzád emelem, benned bízom, Úristen. Ünneplő testvéreim, Istennek az a szent igéje, amely által szól hozzánk, írva található a Máté írása szerint való Szent Evangélium 5. részének a 16. versében. Hogy miképpen szól hozzánk Isten igéje a megnevezett helyről, kérlek, hallgassátok meg alázatos lélekkel, Istenre figyelő szívvel. Úgy fényeljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Úgy fényeljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ez Istennek hozzánk szóló igéje. Kedves testvéreim, mindenki gyülekezet, helybéliek és vendégek. Jézus most elsősorban az ifjak számára szánt útravalóját olvastam fel ebben az egy mondatban előttetek, és ebben már az első, pontosabban a második szó egy nagyon nagy felelősséget ró az ifjakra, és én hiszem, hogy annak idején, akik konfirmáltak, kicsit mindannyian ezt a felelősséget legalább néhány pillanatra átérezték. Ez a felelősség pedig így hangzik, hogy fényeljetek, fénylen, emberek fénylen. Most a modern természettudományos gondolkodás szerint fényleni a napszokot, meg mindenféle esetleg mesterséges fényforrás. Jézus világában ez egy kicsit másképp van. Nála, és tartok tőle, hogy a természettudomány egy kicsit felülírja az ő bölcsességes tudása, hiszen ő magától a forrásból táplálkozik, nála az ember fény. Pontosabban az ember is tud fényleni, ezzel vannak tele egyébként a középkori himnuszaink, fénylenek a te szenteid, vagy a zsoltáraink, hogy kicsit a mélyvégez időkig nyúljunk vissza, fénylenek a te szenteid, akár a nap. Tehát olyan ez egy kicsit, mintha az emberben, ott belül a lelkében, és a szellemiségében, a gondolkodásában megy volna a lehetősége annak, bizony fényforrássá válni. És itt bármilyen furcsán hangzik, ez nem valamiféle képes beszéd és irodalmi megfogalmazás, hanem ez a szónak a legszorosabb értelme. És hogyha kíváncsi vagyunk, hogy képben megfogalmazva, hogy néz az ki, amikor valaki fénylő ábrázatú ránéz az ember, és
dicsfény van körülötte, mint ahogyan a szenteket megfestik a középkori templomok falain, akkor az akár itt ezeket a freskó töredékeket nézheti meg itt a hajó északi és déli falán, de a kicsit teljesebb élményre vágyunk, akkor innen 10 kilométerre érdesen a Székelydesbe. És érdemes megnézni nem csak Szent László királyunk arcát a Szent László legendában, hanem az összes megfestett arcot, legyen az Mihály arkangyal, legyenek azok püspök szentek, legyen az utolsó, a funon kívül mindenki a Szent László legendában, mind gyönyörű szép fénylő ábrázatú. Ez azt jelenti, hogy valamikor, és ez nem is volt olyan régen, 1419-ben festik fel a Derzsi templom freskóit itt a Kárpát-medencében ilyen ábrázatú vitézekkel és ilyen ábrázatú emberekkel lehetett találkozni. Úgyhogy az, amit itt Jézus mond, nem a valamikor 2000 évvel vagy még korábban idő ködébe vész, hanem 1419-ben egy templom kifestő, vagy akár 1300-as években itt Dájában ilyen emberekkel találkozhatott. Ami azt jelenti, hogy az igazi világosság az nem csak rajtunk kívül létezik, hanem az igazi világosság bennünk rejlik. És ez a világosság ott van a szívünk érzésében, minden szeretetteljes érzésben, minden elfogadásban és minden megbocsátásban ott van a világosság. A gondolatainkban rejlik a világosság. Minden szent és tiszta gondolatban. Minden olyan jövőt tervező gondolatban, amely békét, belső és külső békét hoz el. Minden olyan gondolatban, amely segít elfedni a sebeket, a lelki sebeket, de akár a fizikaiakat is egy-egy háborúság után, legyen az valódi, vagy csak egy perpatkar. Minden olyan gondolatban ott rejlik a világosság, és valóban fénylő világosság, amely el tud szakadni a mindennapi sérelmek emlegetésétől, és felül tud emelkedni egészen abban a magasságban, ahonnan a Teremtő nézi a mi világunkat. És ez nem elég a magas hegyekre, vagy akár a felhőkre felhárni, sokkal több kell lennél, és ugyanakkor sokkal egyszerűbb. Mert gondolatban és lélekben megemelkedni úgy is lehet, hogy nem kell, sőt úgy lehet igazán, hogy nem kell testileg felemelkedni. Ezt az emelkedettséget kéri. De nem csak kéri, hanem meg is adja hozzá a hozzávalót Jézus Krisztus mindazoknak, akik az ő tanítványai szegődnek. Hiszen ez a hegyi beszél, mint ahogy az első mondatában is felolvastam, ez a hegyi beszélnek az elején, amit felolvastam üdvőolvasásban, és abból ragadtunk ki egy mondatot. Ez így kezdődik, hogy a tanítványok jöttek oda hozzá. És a tanítványoknak elkezdi mondani, hogy kik az igazán boldogok. És csupa furcsaságok mond. Főleg akkor kezd igazán furcsává lenni a dolog, amikor azt mondja, hogy akkor vagytok a legboldogabbak, amikor itt a Földön üldöznek benneteket, mert tudjátok, hogy ti vagytok a világ világossága. Ezzel a belső tartással éltek. Ezzel a ugyanakkor hatalmas felelősséggel hozzátok meg döntéseiteket, és legyen minden napotok ettől a tudattól átutatva. Konfiráció alkalmával az ifjak ezzel a felelősséggel ruháztatnak fel. Két év konfiráció oktatás arról szól, hogy ezt a felelősséget, annak felelősségét tudnélik, hogy ti vagytok világossága, ezt ébresszük fel. Egy olyan batyut igyekszik református anyaszentegyházunk adni ebben az oktatásban, amely segít eligazodni az életünk veszélyében. És azért imádkozunk majd együtt, biztos vagyok benne, hogy együtt fogunk imádkozni ezen az Isten tiszteleten,
hogy ez a batyú, ez elkísérje életük végig konfirmandus növendékeket. Ne maradjon egyetlen ünnepi gesztus, ami itt történik, amikor éppen az egyik konfirmandus legénnyel beszélgettem, ilyen nagyon izgulva valahogy kinyögjük ezeket a mondatokat, mert annyian néznek, nem ez a lényeg, hiszen az a lényeg, hogy ezekben a pillanatokban a teremtő lelke összekapcsolódik a ti lelketekkel. És senki más nem számít. Azt számít, hogy a teremtő megérint benneteket, és innentől kezdve egy más minőség kezdődik el az életedben. Azt mondja Jézus, úgy fényeljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Azaz, a világosság egészen konkrétan ebben a fizikai világban, a lelketekből és a szellemiségetekből cselekedetek által mutatkozik meg. Mindenkinek így van ez, de azt rájuk ez fokozottan érvény is. Azaz, amit tesztek, az fogja minősíteni a ti szívetek érzését és a ti gondolataitokat. Ha olyan tettekre sarkalnak érzéseitek, amelyek a világosság cselekedetei, amelyek valóban le tudják törölni a könnyeket, amelyek valóban be tudják gyógyítani a sebeket, és amelyek valóban békességet hoznak háborúság idején, akkor az emberek azt fogják mondani, reméljük, hogy még az emberek tudnak valamennyire helyesen ítélni. Sőt, kézen tartja. Mert a cselekedeteink erről tanúskodnak. És milyen jó az ilyen ember mellett lenni, milyen jó az ilyen embernek a cselekedeteit élvezni. Ez a mi világunk, azt hiszem nem mondok vele újdonságot. Nem a világosság világa. Társadalmi viszonyaink, de mondhatnánk gazdasági viszonyokat is, bármi nem arról szólnak, hogy ilyen világos és fénylő arcú emberek járnak közöttünk, hanem gondokkal terhet. Félelmektől és keserűségtől szomorú emberek legyenek. Éppen ezért ez a felelősség, ami itt most Krisztus által adatik, nekik, de mindannyiunkra. Ez igen komoly próbatételre állít az ember. Ez a próbatétel pedig arról szól, hogy dacára annak, amit ez a világ kér tőlünk. Minden helyzetben légy kemény. Senki nem könyörül rajtad, csak amit kikaparsz magadnak, az a tiéd, ismerősek. Verseny az egész élet, versenyképességet kell növelni, gazdasági szlogen, nem? Most ennek a dacára mégis krisztusi emberek legyetek. Mert ezek nem termik meg a fénylő lelket és a fénylő szellemiséget. Ezek csak még mélyebb, még szomorúbb keserűségbe taszítják rá. Adja kegyelem Istenem mindannyiunknak, hogy tudjunk különbséget tenni a világosság és a sötétség között, és hogy ez a különbségtétel cselekedeteinken is meglátszódjék, hogy valóban mi magunk, és akik ismernek minket, és dicsőíthessünk ezek által is mennyei Atyát. Amen. Imádkozzunk, testvérek!
Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy szent alkalmat adsz az ünneplésre. Hogy fogyatkozó gyülekezeteinkben vannak, akik ideálnak, körülállják a te asztalodat. És fogadalom tételre jelentkezni. Hitüket megvallani, és a hozzá tartozás komolyan venni. Urunk Istenünk, te adsz világosságot életünkbe, és te bocsátod meg bűneinket, talán még mielőtt felfognánk, hogy mit cselekszünk. Tiéd vagyunk, szilárd, tiéd vagyunk mi is. Kérünk téged, tekints rá alájövő vendégekre, és tekints rá, akik akár szülőként, akár okonként, akár barátként, akár csak a gyülekezet tagjaként hozzájuk tartozik. Áld meg és szented meg őket. Te szereteteddel és szent lelkednek erejével. Légy kegyelmes, gondviselőjük. Hogy valóban úgy fényeljék az ő világosságuk az emberek előtt és az egész világegyetem előtt, hogy lássák az ő jó cselekedeteit, így dicsértsenek téged. Mondjuk el együtt az Úr Jézus Krisztusról tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Kedves testvéreim! Isten megadta nekünk ezt a csodálatos alkalmat. Újra ebben az esztendőben is. Ifjakat rendelt ide. Hogy a konfirmációi fogadalom tétellel gyülekezet teljes jogú tagjai lehessenek. Éppen ezért most ami Isten tiszteltünk átalakul, a konfirmációt megáldó Isten tiszteletté. Készüljünk tehát erre az Isten tiszteletre a 221. énekünk első verszakával. A 221. énekünk pedig így kezdődik, az Úr én nékem őriző pásztorom. Az Úr én nékem őriző pásztorom, elém az őrségében szépen. Imádkozzunk. Istennek lelke, ki alátszállottál a mi Urunk Jézus Krisztusra, szállj alá elnövendékekre is, hogy lássanak ők is megnyilatkozott egeket, és hallják a mennyből alátszálló atyai szózatot. Ez az én szerelmes gyermekem, akiben én gyönyörködöm.
Amen. Eddig az egész gyülekezethez szóltam, most engedtessék meg nekem, hogy a növendékekhez szóljak néhány szót. Két évig gyötörtük egymást, ugye? Gyötörtük egymást, és én remélem, hogy úgy fogtok erre emlékezni, hogy azért mégsem volt ez akkora gyötrelem. És az, amit együtt megtanultunk, mert nekem is kellett tanulni, hogy hogyan kell itt veletek szót érteni, ugye előtt. Ez azért úgy egy ideig még megmarad. És még valamit reménykedem, hogy úgy, ahogy a többi konfirmandusok is azért úgy helyen közel, úgy ti is majd pünköskor az törvény. Tehát ez rendben van. De aztán utána az összes uracsolasztás alkalmával azért úgy legyen ott valahol hátul. Hogyha máskor nem is. Mert valahogy ez itt ilyen szokássá vált, hogy fiatalon úgy nem találjuk meg olyan könnyen templomajtót. De uracsolasztások alkalmával a sor végén ezt is látom. 1, 2, 3, 4, 5 konfirmandusok. Vagy legalábbis 1, 2, 3, 4 esetleg 5 éve konfirmált, aki itthon van. És ez úgy jól esik, hogy hát ha máskor nem is, jó? Most még nagyon izgultok, mert ezután jön a kérdezés, ugye? Még egy valamit azért szeretném, ha megosztanák itt az egész gyülekezettel. Remélem, hogy ti is így gondoljátok, hogy nekem minden konfirmandus nemzedék kicsit ott van a szívem. Ez az idei, ez egy kicsit különlegesebb, ugye a lányom is konfirmál, és a gyülekezet tagjai közül jöttek a templomfára, akik ott voltak az szinte a születésénél is. És néztünk egymásra, nem nagyon beszéltem, mert nem volt erre idő, és azt mondtuk, hogy hogy eltelt az idő. Persze előd a te születésedben is szinte ott voltunk, mert hát te is akkor születtél. Itt a gyülekezetben. Tájácska, téged még ilyen messziről kísértünk figyelemmel. Úgyhogy ez a szertartási beszéd, ami nektek szól, egy kicsit ezért ilyen akadozott, mert nekem se könnyű feldolgozni azt, hogy legalább 14 éve szolgálok, de igazából 15. És hogy innentől kezdve aztán felgyorsulnak az események nekem is, hiszen a következő csapatban már a nagyobbik fiam ott lesz, aztán az azután való csapatban már a középső, és ha Jóisten is úgy akarja, akkor még a kicsi is úgy szeretném, hogy itt konfirmáljon. Én most már nem is leporítom a szót, mert most innentől kezdve tietek a szó, én csak kérdezek. Vegyük elő a KT-t, előkészítőt. Azoknak mondom, akik nem dájéjak, és itt vannak vendégként egy konfirmáción. Nálunk új szokás, én ezt egyébként Kalotaszegről vettem át, kalotaszegi kollégáim mondták, hogy hát az, hogy KT, meg azok az egyházak legyen előkészítője, hát az is semmi. Megtanuljuk, hogy úgy van. De amellett minimum tudni kell a gyülekezetünk történetéről, népünk történetéről, és hát arról, ami a, ezt már ígettem hozzá, ami a legszentebb nekünk. Úgyhogy elkezdjük az elsőes konferencia előkészítőből való kérdéseket, és ezt el fog ütni a Szent Koronáig. Mi a konfirmáció? Adácska. Konfirmáció az az Isten tisztelet, amelyről megfogadjuk, hogy Jézus Krisztus igaz követői leszünk, és a református anya Szent Egyház szükséges tagjai. Ekkor megyek a felhatalmazás, az uvasságot. Előbb, milyen kapcsolatban van a konfirmáció keresztségével? Konfirmáció keresztségben a konfirmáció vállalása személyesen nem válaszol. Elhívott minket Isten.
Mit jelent magyarul a konfirmáció szótárja? A konfirmáció latin szó. Magyarul megerősítést jelent. Isten hitünkben erősít minket. Köszönjük szépen. Miben részesednek azok, akik konfirmáltak? Konfirmáltak részesednek a másik sakramentumban, az úrvacsorában. Felnőtt vállás jogosult tagjaira akkor válnak, mikor 18 éves korukban vállalják az egyházfenntartó járulékhordozást. A vállás és a választás között azért van különbség, de tudom, hogy ezt akartam mondani. Jó. Mi a református egyháznak kötelessége? A református egyháznak kötelessége, hogy szorgalmasan látogassák Isten tiszteletet, én a Szent Keresztülés és a Nyilvacsora sákramentumával gyakorolják szeretett szolgálatot, tisztelják, hogy a példát mutasson és másokat is Istenhez vezérelje. Valamint, hogy adományait a szolgálatot. Jó, köszönöm szépen. Előtt kifordította le először magyar nyelvvel teljes szentírást? Először magyar nyelvet Károly Gáspár Dönczi református lelkipásztor 1590-ben fordította le. Ezt Vizsolyi Bibliának nevezik meg, mert Vizsolyban adták ki először. Nagyon jó, köszönöm. Mit jelent az evangélium szótár? Az evangélium szó örömüzenetet jelent. Azt, hogy Isten mindenkit üdvözíteni akar. Tökéletes. Kik voltak Jézus tanítványai előtt? Elsőből a Péter, Kikövezett András, Jakab János, Üreg, Bertalan és Tamás, Máté, Jakab, Simon, Tádeus és Júdás, így nevező őket sorban Szent Írás. És akkor maradjál már te itt egy kicsit, és kik voltak a legnevezetesebb reformátorok? Luther, Márton, Károly, Márton. Mikor számítjuk a reformációt? A reformáció 1517. október 31-től számítjuk, mikor Luther Márton kitiszta a Luttenbergi váltányon kapujára 95 éve. Ezekben fogalmazta meg az igaz hitről szóló bibliai tanítást. Tökéletes. Kik voltak a reformáció magyar útkörülében? Lenyűs Juhász Péter, Dévai Bíró Mátyás, Kámárcsai Sánka Márton, Szegedi Kis István. És még sokan más. Jó. Melyek a mi ünnepeink? A mi ünnepeink Krisztus életével kapcsolatosak. Advent, várjuk Krisztus születését. Karácsony, Krisztus születése. Böjtfő, Krisztus szenvedésének kezdete. Nagypéntek, Krisztus keresztre feszítése. Húsvét, Krisztus feltámadása. Jézus mentemenetele, ekkor ment fel Jézus az Atyához. Pünkölt a Szentlélek hitoltatása. Ezen kívül minden augusztus utolsó vasárnapján ünnepeljük az új kenyeri hálaadó Isten tiszteletet és az reformáció emlékünnepét. Tökéletes. Köszönjük szépen. Jó, hagyjam meg Kárszik. Mi értetlen és haladban egyetlen igaztalásod lenni? Az, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagam én, hanem az én hűséges Uramnak és megváltónak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen elegette, a sátán minden hatalmától megszabadít, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül egyetlen hajszálsat esetik le a fejemről, sőt, inkább mindennek az én hűségemre kell szolgálni. Azért szentekével biztosít az örök élet erőt, és szív szerint hajlandóan és készítesz arra, hogy ezután mindenki. Hány dolgot kell tudnod, hogy ezzel a vigasztalással boldogan élhess és hallhass? Hála. Először, hogy milyen meg az én bűnöm és nyomorúságom, másodszor, hogy mi módon váltatom meg az én bűnömből és nyomorúságomtól, és harmadszor, hogy mekkora hálával tartozom Istennek ezért a megváltásért. Na jó, előtt honnan ismertem a te nyomorúságodat? Mit követ el tőlünk Isten törvénye? Szeretd a te uradat teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeress fel a barátod, mint önmagad, a két parancsolatból áll a törvény is profi. Nagyon jó. Mi az igaz hit, lányok? Az igaz hit nem csak a biztos ismeret, amely által igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igényében nekem kijelentett, hanem az a szívbéli bizodalom is, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is örök igazságot és üdvösséget ajánlott. Hány részre osztjuk az apostoli hitvallás, Dája? Három. Az első szól az Atya Istenről és a mi teremtésünkről. A második szól Jézus Krisztusról és a mi megváltásunkról. A harmadik szól a Szentlélekről és a mi megszentelkedésünkről. Nagyon jó. Mi az Isten gondviselő? Isten mindenható és mindenütt teremtő ereje, a mennyet és földet minden teremtőjével együtt, mint egy kézben tartja,
úgy igazgatja, hogy minden nem véletlenül, hanem az ő atyai akaratából és tanácsából jön. Mi módon igazulsz meg Isten előtt? Egyedül csak Jézus Krisztus hitta. Való igaz. Való igaz. Nagy. Ez. Jó. Hol ígérte Krisztus, hogy ő minket vérével és lelkével oly bizonyosan megmos, mint ahogy a keresztség vizen megmos bennünket? A keresztség szerzetési igényében, amikor így szólt, elmervén tegyetek tanítványaimát minden népeket, és kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, aki hisz és megkeresztelkedik, így vesző, aki nem hisz, eltávozik. Nagyon jó. Hogyan szól az első parancsolat? Én vagyok az Úr, a te Istenek, ne legyen el idegen isteneid én előtte. Második parancsolat? Ne csinálj magadnak faragott képeket, és ne imádkozzatok. Harmadik elő? Az Úrnak, a te Istennek nevét jelöl félnevét. Jó, és akkor mindjárt most a negyediket is mondom. Emlékezz meg a hetedik napról, és hogy megszentél az. És Isten atyállat és anyállat, hogy hosszú ideig élj ezen a fő. Jó, hatodik. Van. Ne ölj. Ne parázsálkodj. Ne lopj. Ne tégy hamis tanúbizonságot, ne barátod ellen, vagyis ne hazudj. Tizedik. Ne kívánod a fele barátod, meg sem. Jó. No. Ez a csodálatos templom, és ha nem volna semmi más adat erről a faluról, csak ezek a falak, akkor mit mondaná? Hány éves minimum ez a falu? Azaz, mikor épült a templom? A legrégebbi része. 13. század. És akkor azt mondják nekem, hogy melyik a legrégebbi része? Akár mutasd. A hajó. A hajó. Az. Ugye? Jó. Dája! Honnan tudjuk ezt? Miután írásos adat ebből az időből nem maradt fel. A déli falon van egy apró románkori ablak, erről tudjuk. Köszönöm szépen! A következő építési korszakát ennek a templomnak meséld el nekünk, kislányom. Mikor volt ez, és melyik az, és ki volt az adományozó? 16. században az a szentély, ami gótikus stílusban lett építve, az adományozója pedig Barnabás a Lélel, Erdélyi Albajda, annak következtük fel, hogy viszont az ő címe is. Melyik címe az? Mit ábrázol? Bőrény fejed, szára között csillag és a hold. Csillag és a hold. Jó. A hajóban falfestmények vannak többek között. Előtt. A déli az Sárkányi Szentgyő, és az északi a Szent László legény. Jó. Köszönjük szépen. A szentély, ami ugye a 16. században épült, ott vannak nem csak címerek, de előbb akkor most azokat egy kicsit zongorázzuk végig. Az egyiket már hallottuk, Dája az első kettő itt ebben a sorozatban. A város a várkapuval Kolozsvár címere, a második egy Árpádsávos címer. Következő kettő? A következő Brassó címere, vele szemben a Kardos Koronás pedig Nagyszeben címere. Nagyszeben. Következő kettő előbb? A Székelyek és a Szászok. Melyik a Székelyeké? A páncélos jobbkal, így van. A Szászoké pedig az a három fejű szív. Az utolsó sorból az egyiket már elmondtad, a másik melyik? A másik pedig Jemelyi Gulászom, hogy a kérdezik. Tehát gyakorlatilag ebben az időben lehetett felépülve ezt a templom, mert ő valamikor 16. század elején uralkodott. Jó. Milyen más művészeti értéke van a templomnak, Dája? A következő korokban. Tehát 16. században befejeztük. Az egy társmény 1630. november 19-én került a helyére. Milyen motivumrendszer találunk a kazettás mennyezeten, kislányom? Hát, ennek megfelelni teljesen tényleg. Megtaláljuk a magyar népvagyományban. Jó, köszönjük szépen, de hangosabbat legyetek. Különben a lányok már elő, de nincs baj. Ő elég hangos. Jó. Az utolsó
nagy tárgykér következik, vagy a Szent Korona. Előtt! Honnan származik a Magyar Szent Korona? Gabriel és Mihály Alkatyor hozta le az őseink szerint. És egy hagyomány szerint, jó, mert erre nincs semmilyen irat. Jó. Milyen anyagból van a Szent Korona? Így, hogy ránézel, mi a? Hát, szomátszépe. Az a legfontosabb. A korony, ezüst, gyémánt és rubin. És még jobbok is vannak, de jól anyag is vagy. Jól van. No, személy vagy tárgy a Szent Korona? Természetesen személy, ahogy őseink hitében megjelenik. Lányom, ki lehetett jogérvényesen magyar király Magyarországon? Jogerős király Magyarországon csak az lehetett, akinek a fejét érintette a Magyar Szent Korona. Jó, volt olyan király, akinek nem érintette, és mégis muszáj volt az legyen? Volt. Volt, és mi lett a vége? Meghalt, méghozzá csúfos körülmények között. Így van. Hogyan működik a Magyar Szent Korona? Mondjad, ha akarod. Most ez ilyen opciós. Hát úgy működött, hogy aki feltette a fejére, azt lemondott a csecsemőkoráig, személyiségét csecsemőkoráig, és utána összerakta sokkal. Hát sokkal, igen. Mint a? Magyar Egyesült Külseiben, aki ugye... Hangosan. Tehát jó esetben a király koronázás után Magyar Népmesség Külseihez hasonlatosan nézett a szerb és étszett erősödött. És hát persze szellemi. Jó, és mi volt akkor, hogyha a személyiségében a rossz volt túlsúlyban? Hát, akkor a rossz tulajdonságait erősítette fel. Így van. Volt ilyen király? Igen. Ha az úrok, csak ilyen. Jó, hát nagyon szépen köszönöm. Élmény volt. Jó. Tegyetek ki már vallást Isten és a gyülekezet színe előtt, a ti hitetekről, és tegyetek fogadalmat a Krisztusod és az Anya Szent Egyházhoz való hűségetekről, felelnén a következő kérdésemre. Kijelentitek-e Isten és a gyülekezet színe előtt, hogy a keresztségben vállalt kötelezettséget hitetek megvallása által önként magatokra veszitek? Kijelentitek-e? Kijelentjük! Hiszitek-e, valljátok-e, hogy a Jézus Krisztus evangéliuma Istennek hatalma minden hívőnek üdvösségére, hogy Jézus Krisztus az egyetlen közbenjáró Isten és emberek között, és egyedül az ő belé vetett hit által igazulunk meg ingyen Istennek kegyelméből. Hiszitek-e, valljátok ezt? Hisszük és valljuk! Hát akkor mondjátok el az egyetemes keresztény Anya Szent Egyház hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és az Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami fogalmat, élettől született a Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jogján, onnan kell elítélni élőket és holtakat. Hiszek a szentlélekben, hiszem a keresztény egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Ígéritek-e, fogadjátok el, hogy a Jézus Krisztusnak igaz követői, református Anya Szent Egyházunknak holtig hűséges, engedelmes és áldozatra kész hívei lesznek. Ígéritek-e, fogadjátok-e ezt? Ígérjük és fogadjuk! Mi úrunk Jézus Krisztus, Teremtő Atyának és Boldog Asszony Anyának, tegyen téged hitben erőssé és álhatatossá, hogy legyél hozzájuk hasonló. Mindenható Istenünk, cselekedje meg, hogy a te szíved boldogsága legyen
a veled kapcsolatba kerülő gyönyörűséget. Szentlélek Istenünk, áldja meg a te lelkedet, hogy hatalmassá növekedjék a szeretet és békességet sugároz magad körül. Én pedig, mint a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, református anyaszentegyházunknak hivatalos szolgája, egyházunk önálló tagjainak nyilvánítanak titeket, és felhatalmazzak az úri szent vacsora vételére. A kegyelmes Szent Isten pedig cselekedje, hogy sem élet, sem halál, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény el ne szakítson titeket az ő szeretetétől, mely a mi Úrunk Jézusban van. Amen. Most pedig emeljétek fel a szíveteket buzgó éneklésben, kérve az Istent, hogy tartson meg titeket mindvégig az igaz hitben, és az ő áldott ígéjét tegye foganatossá és gyümölcsözővé a lelketekben. Szívetek buzgó óhajtását és fogadja kedvesen ajkatok rebegését. Jelentem a gyülekezetnek, hogy amit megígértük a konfirmandusok számára, megterítettük az új szent vacsorát, az ő életükben az első olyan alkalom lesz, amikor, és most akkor ez csak nekik szól, ezen az alkalmon megterítjük az ő szent asztalát. Ezért most az úrvacsorasztással készülő éneket énekeljük, a 137. énekünk ez, amely így kezdődik, lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje. Lelkem siet megírta ezt az első három evangélista, de legteljesebben Pál apostol a Korintusbeliekhez írott levelében a következő képpen. Én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Hasonlatosképpen a pohárt is vettet, minek utána vacsorált volna, ezt mondván, de pohárom az új testamentum az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer esztitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát és feltámadását hirdessétek, ami eljövetett. Azért, aki méltatlan leszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ünneplő gyülekezet,
a legegyszerűbbnek és a legfölfogóbbnak tűnő dolgokba helyezkedik, reggettel, a legszentebb és legmagasztosabb dolgokat. Azért van ez, hogy a mindennapok szörnyű szürkeségét, reményik szavaival élve, ne a mindennapok szörnyű szürkessége módján éljük meg többek között. Éppen ezért adott számunkra szertartásokat, amelyek nem csak itt a templomban szertartások. Tehát ebben ez a legszebb. Itt egy emelkedettebb pillanatot élünk meg, és a gyülekezet közösségében éljük meg az úrvacsorát, de otthon, a családi asztal körül, valaha nem volt ez olyan különösebben nagy dolog, álló délben, imádság után, ugye ahogy itt is imádkozunk, mielőtt majd magunkhoz vesszük a szent kenyeket, a családtól megszedte a kenyeret, és úgy adta körbe, mint ahogy Krisztus adta körbe a tanítványait valaha. És ugyanolyan szentséggel és tisztességgel vették el a családtagok, mert ők minden étkezésben valaha ezt a lelkiképpen való étkezést is átérték. Mit jelent ez? Ez a lelkiképpen való étkezés semmi más, mint az, hogy úgy bizonyosan táplálja a mi lelkünket Krisztus az ő testében, az örök életben, amilyen bizonyosan táplálja ugye, a testünket, a kenyeret. Ugyanez a helyzet a borral is, ami a vérnek a hordozója és a megjelenítője. Ebben az esetben magunkhoz vesszük azt a kicsinke bort, amiben Krisztus testét látjuk, vagy Krisztus vérét látjuk, kiontatott vérét, de ugyanakkor azt a vért is, ami a népi imádságainkban tartja a világot. Nagypénteken ezt szoktuk énekelni, vagy ezt szoktuk elszavalni, ezeket a népi imádságukat. Ez a vér, Krisztus vére tartja a világot mindenfelől. De még egy nagyon-nagyon dolgot cselekszik velünk, és hogyha mondom, minden nap ezt így élnénk meg, vagy akár csak belegondolnánk az étkezések alkalmával, magyarul, ha azt mondom, hogy test, és ebből is részesülünk, meg azt mondom, hogy vér, és ebből is egy testből és egy vérből részesülünk, akkor mennyájú mik lehetünk, akik itt körüljük az Úr asztalát, majd, most csak kihárom, valódi, igazi testvéreként lesz. És ez nagyon nem mindegy az évszázadok távolában. Azt mondtuk és úgy kezdtük annak idején, hogy ha nem marad semmi erről a templomban, nem is emlékszünk már, és hát valójában őszintén ennek a modern világnak köszönhetően ma már nem emlékszünk vissza 4-5 nemzedéket, mert éppen a legfrissebb hírek töltik be a vagyunkat, amikhez erre semmi közünk nincs, és a őkben dévegyapák tanításai lassan a múlt pedébe vesznek. Úgyhogy kénytelenek vagyunk a falakból megíteni a bizonyosságot, amit a tudományos elfogadás az 8%. Ha figyelünk a déd és őknagyapák mondáira és legendáira, akkor nincs időjük kerete, hanem van egy mondai előzménye ennek a falunak. Ez pedig valamikor nem lehet tudni, 2000 éve, 3000 éve vagy akár 30000 éve volt az, amikor és volt ilyen konfirmáció, és amikor megkérdeztük, hogy mi ennek a falunak az eredete, szerintem mindenki el tudná mondani. Tündérlány volt, bárpár urának lehet, mikor volt, nem lehet. De az biztos, hogy azóta ez a hely lakott, és ez a hely közösségi lakóhely. És én hiszem, hogy a kereszténység ideje óta biztosan, de biztos, hogy benne azelőtt is voltak hasonló szertartások, Krisztus csak valamit megerősített a saját testével és vérével, amelyek arra szolgáltak, hogy egymás lelkéhez az utat minél jobban elővítsük. És ennek az a módja, hogy egy testből és egy vérből részesülünk.
hogy ez, ami megváltunk testre és vére, ez egy csodálatos többlet. Krisztus által adott többlet. És ezt vegyük eszünkbe, és vegyétek ti is eszetekbe. Tudom, hogy nagyon könnyen elképzelhető ma, amikor főleg a fiatalok úgy nyugat felé képzelik el az életük boldogulását, hogy nem így fogjátok leérni az életeteket, de nagyon fontos az, amit itt megéltetek. És most hadd osszak meg veletek egy nekem torokszorító élmény volt. Néhány héttel ezelőtt mesélt el valaki. És most nem mondom a nevét, mert egyrészt nincs itt, de nem lesz titok. Idegenbe szakadt gyermeke, idegenből csak telefonon vagy ilyen modern eszközökön tud vele kommunikálni, és nem nagyon jöhet haza, és a következőt mondta: tudod, édesapám, úgy hiányoznak olyan dolgok számomra idekint, messze, a világ másik végén, amit gyerekkoromban nyűként éreztem meg. És hogy megkérdezte, hogy mi az? Édesapám, egy tájai gurucsolosztás. Gondoljuk csak el. Amikor nyomorult helyzetbe kerül az ember lelkileg, akkor nagyon-nagyon-nagyon fontosak lesznek azok a pillanatok, amelyekre akkor talán úgy gondolt, mint hát ez nyűjt, mert a szüleim akarják, és aztán ott kint egyszer csak ezek a, és még hát sok más van, de ezek a megtalálók. Mi, akik itthon vagyunk, talán nem is tudjuk. Nem is tudjuk felmérni ennek a jelentőségét, és adjunk hálát a Teremtőnek, hogy itt lehetünk. Azon a földön, amelyet őseink vejére és velejtéke szentelt meg, és összetartozás tudatta, amit ilyen szertartások tettek még szorosabbá az évszázadok és évezredek alkalmára. Amen. Készüljünk erre a királyi vendégségben, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket. A szent és kegyelmes Isten előtt mindegyikünk csendben vallja meg a bűneit, és kérjen bocsánatot megváltó úrunktól. Most pedig felállva, Urunk, bocsáss meg nekünk! Urunk, bocsáss meg nekünk! Urunk, részeltes! Urunk, részeltes! A te kegyelmet ajándékaidról! A te kegyelmet ajándékaidról! Amen. És ezt most úgy mondtátok, mint ahogy a római Galatakon vádolásra keresztül, és igen változtatok. Mindannyian pedig, hogy mi elérjük az apostoli hitvallást, mert tőlük már hallottuk, de hát, hogy nekünk is szükség van el. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent életben. Hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Hitvallás tételük alapján kérdezem tőled. Hiszitek el, hogy Istentől igazsággal, szentségben és ártatlanságban teremtett ember bűnösöde folytán, ti magatok is bűnösök vagytok, ki saját erőtökből Isten ítélő szék előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Hiszitek-e, valljátok ezt? Hiszük és valljuk. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönnyörül, szent fiát az Úr Jézus Krisztus megváltásunkra testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatok erejét elvette, titeket ingyen kegyelemből megváltott és bűneiteket ő érte megbocsátja. Hiszitek-e, valljátok ezt? Hiszük és valljuk.
Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztus, általa minket is feltámaszt a halálból, és nekünk örök életet ajándékoz. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Hiszitek-e. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti kegyelemért, háladatossággal egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai az ő dicsőségére érvek. Ígéritek-e, fogadjátok-e ezt? Ígérjük és fogadjuk! Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak méltatlan vált a hivatalos szolgája, hirdetem nékteket, hogy bűneitek bocsánatát, melyet megad nékünk a mi Urunk Istenünk, ingyen való kegyelméből, egyedül az ő Szent Fián kérem. Amen. Most még a szentjegyeket kiosztom a gyerekeknek, addig a 141. éneket énekel a gyülekezet leülve. Megterítve áll előttünk a szeretet asztal. Megterítve segíts minket a te kegyelmeddel, hogy amit neked egy szent alkalommal fogadtunk be és teljesíthessük, legyünk hűek te hozzád, mint halálunk. Taníts minket akaratodnak cselekvésére, szent lelked szűjön minket újjá, hogy mától fogva a Jézus Krisztusba vetett hitben éljünk, aki szeretett minket és önmagát adta értünk. Szentelj meg minket tökéletesen, tartsd meg testünket és lelkünket szentségben, fethetetlenségben, amíg eljön a mi megváltó Jézusunk,
kinek veled mi atyánkkal és a Szentlélekkel mi vigasztalunkkal egyben, legyen örökké való hála és dicsőség. Amen. Az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged Istennek népe. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő szentséges orcáját te reád, és adjon néked békességet, Szent Fia, az Úr Jézus Krisztus által. Most mielőtt megtérnénk hajlékainkba, nemzeti imádságunkat énekeljük. Isten áld meg! Köszönöm.